Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy ennyien elfogadták a meghívást 2015 karácsonyi hangversenyére ide az Újhartyáni Római Katolikus templomban. Ahogy megszokhatták, egy fanfárral, mégpedig Henrik Andersen fanfárjával kezdtük a mai komoly zenei koncertünket. Kollár Dávid, Erdei Róbert és Tóth Antal játszották. Szeretném Önöket köszönteni nem csak a magam nevében, hanem Tóth Antal nevében, aki hosszú idő óta szervezi, összefogja ezt a komoly zenei koncertet, és mindazon fellépők nevében, akik ilyenkor igyekeznek a képzeletbeli karácsonyfára egy-egy díszt oda tenni, szebbé varázsolni a várakozás ünnepét. Advent negyedik vasárnapja van. Advent a latin eredetű szó adventusból ered, jelentése eljövetel, megérkezés. Az ünnep eredete az 5.-6. századra nyúlik vissza, Jézus születésének ünnepére való felkészülés időszaka. Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki készülődés ideje. Szeretem az advent csendjét, lila bűvánatát, karácsonyt ígérő gyertyafényeit, a lélek elcsendesülését. Ahányan vagyunk és ahány esztendő, annyiféleképpen éljük meg, és mégis hasonlóan év-év után. Családi hagyományaink, szokásaink, vallási kötődéseink, énekeink mind-mind csak színezik az örök és maradandó adventet. Advent negyedik vasárnapján következik a Salambrász Quintet Serfel József, Kávé János, Jó Tibor, Serfel Viktor és Jasper Lóránt, ahogy már megszokhattuk, egy kis karácsonyi hangulatot varázsolnak ide. Thank you.
hajlítsuk szívünket az ünnephez, ahogy a vesztőt hajlítják a karóhoz. Ügyes kézzel leszúrva a szöveket, gyengéden, de határozottan odahúzva hozzá a zsengehajtást. Aztán egy vékonyka zsinekkel kössük oda, hogy ki ne szakítsa szél, vihar, és megálljon majd a téli hóförgetekben, hogy mire eljön a tavasz, megerősödjön. Így bánjunk advent időszakában a szívünkkel. Keressük meg a zsengéjét, a lágyhajtásokat, azt a részét, amelyik még nem kérgesedett meg, nem holt és nem vadult el, amelyik még érez. Így nagybetűvel szerelmet, szeretetet, melegséget, gyengétséget, gyöngétséget. Nagyon fontos, hogy hangoljuk szívünket az ünnepre, ahogy a gitár húrját hangolják az alaphangra, mert el- és lehangolódott, mert hamis lett. Figyelmes füllel végzi a zenészt a munkáját, lassan feszíti a húrt, míg az egy hullámhozra nem kerül az alaphanggal, és ha minden kész, akkor lehet játszani, tisztán.
akkor szólhat a dal és szólhat az ének. Így tegyünk, miközben készítjük szívünket az ünnepre. Vegyünk búcsút mindentől, ami hamiskás. Engedjük el, ami nem tiszta. Keressük az alaphangot, a tisztát, a szépen csengőt. Csendben, figyelmesen csak úgy lehet meghallani azt, amihez illeszkedni kell. Hogy kertelen lehangolódott szívünkben újra tiszta dallam szóljon. Keressük a hangot, ami mindenütt jelen van, mindent betölt, csak a zaj elnyomja. Következzék ismét egy fiatal tehetség, szerencsére azt hiszem fiatal tehetségekből nincs hiányunk. Vannak bőven, Serfel Gábor tubaművész következik, Radóci Mónika kíséri zongorán, és Jónál Dimitru román táncának második tételét hallják tőle. Szívünket az ünnepre, ahogy a gyerekek reggelente már hetek óta így ébrednek. Apa, anya, azt álmodtam, hogy karácsony lett. És valahol tudják, hogy meg is fog érkezni. Azon a bizonyos estén sok-sok megálmodott gyermekálom valóság lesz. Testet öltenek a sokszor elképzelt rózsaszín macik, kis játékautók, plüstteknősök, babák és építőkockák. Ott lesznek a fa alatt. Így ébresztük mi is advent negyedik vasárnapján a szívünket, hogy advent lesz. Így nagybetűvel. Eljövetel, Jézus eljövetele. Csendül, énekzendül, messze zsong a három ének. Az éj kedves kis falunkban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni,
kedves kis falunkba a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falunkban hálát adnak a magasság Istenének. Mintha itt lenn a nagyisten szent kegyelmes úrna szána, az én kedves kis falunkban minden szívben csak a szeretet lakik. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza, de jó volna tiszta szívből úgy, mint régen fohászkodni, de jó volna megnyugodni, de jó volna mindent elfeledni, de jó volna játszadozó gyermek lenni, igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni, szeretetben. Üdvözlünk! Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. Ez a gyarló ember lenne, újra talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet, egy erő hatná át a nagy mindenségre. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi, imádni az Istent és egymást szeretni. Karácsonyi reggel, a valóra várnál, igazi boldogság száll a világra. Mária és Sándor a Négy évszak című írásában decemberről a következőt mondja. Ez a hónap az ünnep, mintha mindig harangoznának nagyon messze a köd és hó fátylai mögött. Gyermekkorunkban a hónap első napján árkus papírra kék és zöld ceruzával karácsonyfát rajzoltunk, karácsonyfát 31 ággal. Minden reggel dobogó szívvel megjelöltük, mint egy letörtük a jelképes fa egyik ágát, így közeledtünk az ünnep felé. E módszerrel sikerült a várakozás izgalmát csak nem elviselhetetlenné fokozni. A hónap közepe, amint közeledett az ünnep, már állandóan lázas voltam, esténként félrebeszéltem, hideglelős dadogással meséltem Dajkámnak vágyaimról. Mit is akartam? Gőzvasutat és jegyjukasztót, igazi színházat páholyókkal, színésznőkkel, Rivalda fényelsőt, valószínűleg kritikusokkal és azokkal a szabónőkkel is, akik megjelennek a főpróbákon és rosszakat mondanak a darabról. Ezen felül lengyel kabátkát akartam, továbbá Indiát, Amerikát, Ausztráliát és a Marsot. Mindez persze sejempapírban, angyalhajjal tetézve. Egyáltalán gyermekkoromban mindig a világegyetemet akartam, és az életet, amely egyszerre volt bicikli, kirándulás, anyám zongorázása a sötét társalgóban,
bécsi szelet, almás rétes és diadal az összes ellenségeim felett. Következzék Cohen Halleluja című darabja Borosa László előadásában. Életünkben benne van, hogy ilyenkor mindenféleképpen ajándékot szeretnénk vásárolni. Úgy érezzük, hogy muszáj. De azért nagyon jó dolog lenne, ha nem feledkeznénk el arról, hogy mi is az igazi ajándék. Ha most körülnézünk, rettentő sok a kínálat, hogy vegyél ezt, vegyél azt. Pénzért kész ajándékokat vásárolunk, de az igazi ajándék a másik fél számára. Nem az én számomra, hogy megvesztem azt, aminek én is nagyon tudnék örülni, bár ez gyakorta előfordul. Az igazi ajándék valami olyannak az odaadása magamból, tőlem, ami esetleg az enyém, de én odaadom neki, mert szeretem. És mert ami nekem kedves, ami nekem fontos, azt én odaadom. Innen ered az ajándék, hogy valamit, ami hozzám tartozik, azt átadom, és ezzel mindegy, átadok magamból egy darabot. Legyen az akár
egy szerelmi gyötrődés. És mindezt Fritz Kreisler megizzenésítette, amelyet előad Boda Nóra hegedűn, Tóth Már harsonán és Radóczi Mónika zongorán. Jókai Anna írta egyszer, a karácsonyban a születést ünnepli az ember. A fémes, zárt világba részt ütő élek között és megfogant szeretetét. Az este csöndjében, mint az oktató céllal rögzített filmkocka, megáll egy eszmélésnyi pillanatra a világ rohanása. Fájdalmasabbak a hiányok, édesebb a soha nem fakuló jelenlét. Következzék a részfúgós kamara, Kollár Dávid, Erdei Róbert, Tóth Antal trombitán, Tóth Már harsonán, Serfel Attila, Lauter Krisztián tenorkürtön, Serfel Gábor pedig tubán játszik. Először Anonymous szonátája, majd Humperdinck Hansel & Gretelből az ima, végül Giuseppe Verdi áriája a Rigolettóból hangzik fel, mégpedig a mantovai herceg áriája. Fogadják őket nagy-nagy szeretettel. Thank you.
Ilinszky János azt mondta, hogy az ünnep nem csak ránk köszönt, az ünnepet ki is kell érdemelnünk. Annak, akinek az ünnepet már csak az idők körforgása hozza meg, annak számára lassan kihűl a karácsony melege, kiürül a jelentése, míg végül kínos teherré válik. Az ember kivételes lény. Pillanatról pillanatra rászabott életét, azt, amiről percre se tud megszabadulni kell, pillanatról pillanatra kiérdemelnie, megtalálnia. Életünket terhes és fölemelő ellentmondásának egyik legszebb diadala, egyben értékmérője, a valóban megtalált ünnep. Azt jelenti, hogy a gépieset, a közönyöset, a mereven ránk szabottat sikerült szabadsággá, értelemmé, szépségé emelnünk. A valódi ünnep az idő és az öröklét érintkezése. Igaz, csak pillanatra tarthat, órákra vagy pillanatokra, de enélkül a pillanat nélkül puszta körforgásba merül vissza életünk. Hogy ez ne történjen így, következzék egy újabb csoda, mégpedig a Pátria Ének Együttesnek a műsora. Dümök Virág vezényel majd. A felhangzó művek az első Cantate Domino, aztán Keresd az Istent, Green Leaves, az Úrra hagyjad, és a végén pedig Marc Antoine Carpentier Te Deum című műve hangzik el, kísér a Stalingrad Quintet.
karácsonyi koncert, ahol az ünnep egyik talán legszebb száma, a csendeség el ne hangozzék. Veres Nikolett és Balázs Jánosik Ágnes fognak énekelni, és Radóczi Mónika kíséri őket zongorán. Ez az a pillanat, amikor a mester és nem Margarita, hanem a tanítványa együtt fognak énekelni. Karácsonyi koncertünk végén engedjék meg, hogy egy rövid gondolatsorral kívánjak Önöknek áldott békés karácsonyt. Az ember igyekszik csak a szép karácsonyokra emlékezni. A karácsony összeforrott a béke és a szeretet ünnepével, és elsiklanak a szomorú karácsonyok, kikopnak az ember emlékezetéből. Karácsony nem az észt, hanem a szív ünnepe. És a szív érzi, hogy azok is ott állnak veled a karácsonyfa körül, akiket a szemeddel nem látsz, és az eszeddel nem hiszel. Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodákban, nem csak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen azért van az ünnep, mert nem lehet csoda nélkül élni. Áldott békés karácsonyt kívánok mindenkinek! Thank you.
szépen köszönjük. Én is szeretnék önöknek magam és a fellépők nevében békés, boldog karácsony ünnepeket és egy eredményes, sikeres, boldog új évet kívánni önöknek, és ezúton is szeretném természetesen megköszönni kollégáimnak az áldozatos munkát, amit ebben a mai koncertben belefektettek, valamint Tölli Andrának szeretném megköszönni ezúton. Konferálást. Köszönjük szépen még egyszer, hogy megtiszteltek bennünket. Békés, boldog ünnepeket kívánok önöknek. Viszlát! Magtelevízió. Önökért vagyunk.